Üdv srácok, Dorsóval, és ez itt újra a The Binding of Isaac Afterbirth, és ahogy ígértem, ma Eden következik. Kettes win streaknél járunk, úgyhogy légy szíves, ne baszd el ezt nekünk. Trail of Tears és Infestation. És Girthorn, az nagyszerű. Trail of Tears az borzalmas. Azt nem látom mennyi HP-nk van, úgyhogy a Rosary-t elviszem, az a három szolár biztosan nagyon jól jön, és jó eséllyel kapunk majd egy ördög szobát a következő szinten, hogyha nem nagyon rontom el, hiszen azért hozzá kell tennem a speedünk elég gyér, és hát ugye a spacebrush itemünk sem igazán jó, sajnálatos módon. Utóbbit igyekszem minél előbb lecserélni, nyilván nem igazán rajtam múlik. Hogyha mondjuk úgy működne a Trails of Tear, mint mondjuk a Temis Head, akkor nem lenne ez olyan rossz. Azért a DPS-em hagy némi kívánni valót maga után, mert láthatóan nem bírok el ezzel a két pókkal se. Mármint nem a picikkel, a nagyokkal gondolok. Reggelig is lövöldözhetem a kicsiket, de most már jó lenne a nagyoktól megszabadulni. Kicsit már kezdett frusztrálóvá válni, és még mindig az, hogy őszinte legyek. Legyen már vége ennek a szobának? Hát holnap estelig is itt gürizünk. Na végre. Oké, még több pók. Remek. Kezdem értékelni a Spider Love itemet. Vagy a Spider Scatolt. Ezek után. Icipicit egyszerűbbek lennének ezek a szobák vele. Na de mindegy, azért. Azért a három Soul Heart az első item roomból az azért nem olyan rossz. Lássuk be. Úgyhogy nem nagyon akarok panaszkodni. Mi van itt? Pókinvázió ebben a rohadt pincében? Tényleg ez már kezd sok lenni egy kissé. Futi, futi, futi. Ne köp ki pókot. Oké, okay, a térrétünk miatt ilyen borzalmas a DPS-ünk egyébként. A könnyenkénti sebzésünk az elég is jó. Leginkább a Curthornnak köszönhető, gondolom. Nagyszerű. Oh no! Nincs a világon ilyen isten, hogy én ezt megölöm. Lehet, hogy elköszönünk. Szelőredjen egy kettes streaktől. Már is. Ez egy borzalmas boss. Lehet, hogy csak nekem nem megy nagyon, de meg kell, hogy mondjam, hogy iszonyatosan meg szokott ezt fingatni. Videókon kívül, meg úgy bármikor. Egész egyszerűen, mert nem nagyon, vagy nem nagyon gyakoroltam be még, vagy egyszerűen csak tényleg OP első szinthez képest nyilván. Későbbiekben már nem biztos, hogy problémát jelent. Az biztos, hogy ennyi DPS nem lesz hosszabb távon elég. Egyelőre egész jól megy ez a boss. Megmondom az őszintét, akkor szoktam leginkább megölni, amikor felrobbantja magát. Ilyen az elég sűrűn előfordul. Szerencsére. Főleg, hogyha elég sűrűn teleportálgat. Igen, nagyon kellemetlen. Tulajdonképpen az új mumus boss első szinten a Haunt helyett után. Inkább helyett. Őt már azért nagyjából megszoktam. De nem megy az olyan rosszul ez most. Igyekszem azért odafigyelni, mint látjátok. És nem hagyni neki túl sok lehetőséget. Szerencsére a speedem elég nagy ahhoz, hogy kikerüljem a trollbombáit, de több ízben is hajszálnyi múlt millimétereken, hogy ne essek le az egyik lyukba, vagy találjon el az egyik bomba, de végül is megoldottuk. Ez egy health up és egy trinket, amit nyilván nem viszek el, hiszen a Curthorn kb. A legjobb trinket a játékban. És mivel nem sietek sehova, nem nagyon szeretnék ma, hogy teljesen őszinte legyek, blue room-ozni, ezért megnézek minden szobát. Szerintem nem is örültem az első szinten, talán egy esetet leszámítva. Úgyhogy valamennyi HP-n plusz egy, plusz két és fél szolhártom kéne, hogy legyen, ami nagyon sok. Nem vettem fel az elemet, megoldottam máshogy. Sajnos a szolhárthoz sem tudok hozzáférni bomba nélkül, ami igazán akkor frusztrálna, hogyha nem kaptam volna a Rosary-t. Kettő darab Soul Heart-tal indultunk alapjáraton, ami azért nem nagyon jó.
hál' Isten, hogy kaptunk egy health upot az első szinten. Meg ugye egy Rosaryt. Azt tudtam volna, hogy két Soul Heart-tal indulunk, lehet, hogy egy kicsit elkezdtem volna pánikolni, úgyhogy talán még jót is tett, hogy nem tudtam. Nem Space Tabulátort akartam nyomni. Nincs még továbbra sem bombám, nem tudom, hogy miért hittem azt, hogy van. Valahogy a ez a hard, nem? Persze. Azért nincsenek consumable szög. Azért időnként rá kell néznem, hogy valóban hardot indítok-e, hiszen alapvetően szabály lenne ebben a streakben, hogy csak hard módon teljesíthető. Ez ilyen iratlan törvény. Belemásztam a piros tűzbe. Oké. Okay. Nincs pánik, egy darab Soul Heart-ot vesztettem eddig másfél szint alatt. Ami igaz, hogy Cellar és Basement, és ez nem olyan jó eredmény ennek tudatában, de... De volt már rosszabb is. De jó, ég. Mennyi hely volt ott. Ha maradjunk annyi, hogy pont elég. Ha kaphatnék egy bombát, légy szíves. Hál' Istennek a kulcsom meg... Ó, köszönöm. Hál' Istennek a kulcsom megvan az item roomhoz, úgyhogy oda be tudunk menni. És én már egy közepesen jó space baros itemnek is örülnék. Csak hogy el tudjam tüntetni jelenleg itt a space barról. Zavar. Zavar, hogy ilyen rossz. Igazából olyan nagyon nagy tírrétnél nem feltétlenül rossz, bár... Ahogy utána olvasgattam, hogyha nagyon nagy a tírréted, akkor inkább használd a rendes könnyed. Mert akkor nagyobb lesz a DPS-ed, egyszerűen csak kiesik a DPS, hogyha használod a Trail of Tears, vagy nem Trail of Tears-t. Nem tudom, mi a igazi neve, ugye a rendes neve. Oh, megint mennyi hely volt ott. Megint éppen, hogy csak elég. Az éppen, hogy csak elég, az több a nem elégnél, úgyhogy addig nincs probléma. Drága látos item room, tears up, vagy jó spacebaros item. Vagy valami fun item, mit tudom én, technology. Ja, nem is kérek sokat, ugye? Azért... Ja, nagyon frusztráló lenne valami gyengét kap, valami able-t vagy hasonlót kapni. Vagy Curse of Tower. Kicsit idegesen mennék bosszozni, és ez sose jó. Oké, fun és jó. Nem a legjobb follower a játékban, ezt nehéz lenne róla mondani, de... Tényleg érdekes, szerű. Nem nagyon sokat segít, de most egy picit tudott. Másik Trail of Tears segíte. Neil Birdie-vel ellentétben. Ó, hogy ne segítene? Most szeretlek két ellenfele. Lehet, hogy egy harmadikat is lent, csak nem láttuk. Teszi ő a dolgát, csak ritkán van szem előtt, és ezért nem tűnik fel. Ó, nagyszerű. Végén még kiderül, hogy hasznos a spacebaros item, és hasznos a followerem is. És én meg mind a kettőt lefitymálom, milyen gonosz vagyok. Ott egy tinti drág, de az ott is marad. Úgyhogy nézzük a boss-t. Monstról nem kéne, hogy gondot okozzon, és teszem hozzá. Van vagy 5 darab Soul Heart-om, ami azt jelenti, hogy igen jó esélye, hogy fogni kapunk. Szóval kapni fogunk egy ördögszobát. Már csak egy jó item kéne onnan. Meg mondjuk egy Wire Coat Hanger vagy Squeezy a boss-tól. Mondjuk egy Meat-nek sem Meat-re sem mondanék nemet. De mindenképpen valami passzív stat up kéne. Nem igazán örülnék egy boxnak, főleg azért, mert a legjobb trinket már nálunk van, így box egyik összetevője már is értéktelen. Remélem bal oldalra dobja az ördögszobát. Baszlat volna. Ez egy follower sajnos. Ez pedig egy viszonylag jó ördögszoba. Legalábbis arra jó, hogy garantáljuk, hogy ezentúl ördögszobákat kapunk, és ne kelljen aggyal szobázni, ami... Hát nem szokott jó hatással lenni a körökre. Vagy túlzottan hatékony lenni. És Gapi feje végül is egy közvetett damage upgrade. Szobánként egy pici. És hát az alapsebzésünk egész jó, úgyhogy... Ha ezt vesszük figyelembe, azért az a 3-4 kamikázi fiper szoba az elég sokat ér. Na most elfogyott a hely. És
Sajnos. Kellenének health up-ok, gyorsan. Legalább kettő, hogy megnyugodjak. Icipicit kevéske a HP-nk. És igazából icipicit kevéske a DPS-ünk is. De jól haladunk. Úgy értem, hogy viszonylag jó itemeket kapunk, jól kihasználjuk a lehetőségeket. Nem nagyon volt haszontalan item pedestal eddig, legalábbis azok közön, amit láttam. Úgyhogy nem igazán van ok panaszra. Egész egyszerűen csak nem tartom elégnek a DPS-t, a tier rate-et leginkább, és a HP-val is vannak gondjai, hiszen amíg nincs piros HP-m, addig kicsit úgy érzem, mint Blue Baby-vel, hogyha semmi nem tölti a Soul Heart-okat, akkor közvetlen életveszélybe vagyok. Utállak Arya Wizard. Mi akkor is, hogyha ezekre az ellenfelekre moderáltan hasznos. Túl sok itt a champion, mi van itt? Még egyik se halt meg igazán. Sőt, egyáltalán nem halt meg egyik se, leszámítva néhány kis addot. Lehetséges azért, mert Arya Wizard-ra képtelen vagyok eltalálni bármilyen ellenfelet a szobában. És ami igazán nagy probléma, hogy ezek egy egész szívet sebeznek. Bár, ha championok, ha nem. Oké. Kecsegtető, de hagyjuk egyelőre. Sejtettem, de... De rég láttalak. És tudod, hogy nagyon szeretlek. Pyrominiekkel iszonyatosan jó item kombinációk vannak. Mint például a Curse of Tower. Vagy a... Kamikaze. Vagy a bármelyik bomba item nagyjából. A sima Pyro, a 99 bomba. Legnagyobb probléma az, hogy... Mondom, nincs piros színünk. Normál esetben ugye a robbanások töltenék a HP-nkat ahelyett, hogy elvennének, hogyha lenne mit tölteni. Nyilván Soul Heart-ot azért nem fognak adni, de hát talán ez a boss ad nekünk health up-ot. Már egyel is ki lennék segítve igazából. Legalábbis átmenetileg mindenképpen. Jó. Nem nagyon jó a Dark One, de végül is nem nehéz kifejezetten. Picit a speedem kicsi. Nem tudom, hogy miért. Nyilván a Eden alapsebzés, vagy alap random statjai miatt kicsit keveset kaptunk speedből. Nem hiszem, hogy bármelyik itemünk speeddown-t adna. Hiába hasonlít kicsit vizuálisan a Lardra az Infestation 2, és ugye a Lard ad speeddown. Nem hiszem, hogy az illetve a sima Infestation, természetesen. Infestation 2-nk lenne már sikoltozni körömömben. Ez egy range up. Kevéske. Mert ez nem health up. Bármilyen meglepő, a range up nem egyenlő health up-val. Starter deck. Valamit megvettem? A Soul Heart-ot vettem meg. Jó, az nem baj. Véletlen volt egyébként. Arra figyeltem, hogy a tüzet kiholtsam. A starter deck nagyon kéne. Úgyhogy igazából a bombák nagyon fontosak jelen körben, úgyhogy nem kéne az összeset elpazarolni. Reménykedem benne, hogy 5 centet még tudunk találni a hátralévő szobákban. Ha nem, akkor bizony sajnos el kell kezdenem robbantgatni. Illetve nem, hogy el kell kezdenem, hanem folytatnom kell a robbantgatást. Az adományozó gépen. Ezek nyugodtan jöhetnek. A robbanások már nem árthatnak nekünk. Úgyhogy rohadjon meg az összes, ahol van. Hehehehe. Nem tudunk meghalni robbanásban. Tényleg valami bomba item kéne hozzá, Synergy-nek. Itt a Curse of Tower. Azt szeretném.
Curse of Tower és 4-5 piros szív, és halhatatlanok vagyunk. Hiszen amint eltalálnak, csak bele kell állnunk a megidéződő bombákba, hogy visszatöltsük a HP-nkat. Ennyire egyszerű lenne. Ennél talán csak a kamikázival egyszerűbb a dolog, amivel meg ugye azt kell csinálni, hogy rátenyerelsz a Space billentyűre, és gyakorlatilag készen is vagy. Jó, vegyük meg a starter decket, vagy a PhD-t. A kettőt együtt semmiképpen sem. Azért ezt talán kinyitom, ja. Megtérült, bár még három wave-nyi ellenfél vár arra, hogy megpusztuljon mielőtt. Ezt teljes mértében kijelenthetjük. Ha eltalál bármelyik is, akkor már nem teljesen vagyok benne biztos, hogy megtérül. Vagy megtérülnek lehet nevezni. Hiszen akkor már gyakorlatilag életerőt fizettem azért a 2 centért, ami nem igazán éri meg. Bár azt ugye látni kell, hogy én ezzel bombákat mentettem meg azzal a 2 centet. Konkrétan 1 bombát. Mert nem kell felrobbantanom a Donation Machine-t. És az az 1 bomba, az mondom, amint piros szívünk lesz, az gyakorlatilag életerőt jelent. Egyelőre maximum annyit tudok csinálni, lerak egy bombát, odaállok mellé, és robbanáskor immunis leszek a sérülésekre, úgyhogy hiába találnak el közvetlen a robbanáskor az ellenfelek, nem fogok megsérülni. Jelenleg ennyire jó. Nem volt egy túl jó katagomba egy. Azért a Pyromaniac-en kívül nyilván. Ezt meg kell valami, nem volt kifejezetten hasznos a boss item, és igazából a boltos item is csak hosszabb távon megtérülő. Viszont nem fogjuk hozni hosszabb távig, hogyha nem kapunk néhány tapot most záros határidőn belül. Itt ugye összességében talán indokolatlannak tűnik a panaszkodásom a katakomba egyre. Hiszen azért, na, mégiscsak megkaptuk az egyik legjobb és legfanabb itemet a játékban. De mondom, jelenleg szart se ér, hogyha meghalunk. Mielőtt néhány health-upot összeszednénk, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy már nem sokáig tart. Azt, hogy van-e health-up Pirula rotációban, azt már nem fogjuk megtudni sajnos. Starter deck miatt viszont... Az csak egy lehetőség, hogy van health-up Pirula rotációban, viszont a kártyák sokkal értékesebbek és hasznosabbak szerintem. Azokat is ki kéne nyitni, de csak is a boss után. Jelenleg még épp meg tudok engedni egy ördögüzletet, és nem halok bele. Úgyhogy egy Ceremonial Robes, meg egy Pact talán még beleférne. Hát a Nine Lives-ról meg nem is beszélve természetesen. És hát piros szívsérülés az jelenleg nem játszik, hiszen ha elvesznek a szólhártyám, akkor meghaltam, úgyhogy reménykedjünk, hogy ez nem következik be. Úgyhogy amennyiben túlélem a boss-t, kapunk ördögszobát, nagy valószínűség szerint. Már csak túl kell élni a boss-t, ez az egyszerű része a dolognak. Sarcasm detected. Egyébként meg némi igazság van benne. Eljutni a boss-ig nehezebb, mint magát a boss-t megölni, általában. Főleg képzem. Hogyha kapunk egy huskot, esetleg egy gördit. Sokáig tart igaz a gördi fight, de nagyon statikus a boss, és ebből adódóan nem igazán nehéz. Ellentétben ezekkel az ellenfelekkel. Ó, köszönöm a nickelt. Oké, okay, van még ellenfél, hogyne volna. Beszorultam, megint elfogyott a hely. Némi DPS upgrade záros határidőn belül szükségeltetik. No, no, no. Csak nincs már olyan messze a boss. Egyébként az item room-mal sem jártunk még a szinten. Az is tartogathat még finomságot. Pyromaniac, ami special item, ebből adódóan kisebb esélye kapunk például a Polyphemus, de nem is van, nem is arra van szükségem, nem a legjobb itemekre van szükségem, amikor már megvan az egyik legjobb, hanem alapvetően néhány középjó defenzív és offenzív itemre. Egy Infamy, egy sima Sed Onion vagy hasonló. Resistance, ez egy remek rúna.
bonyolult helyzetből ki tud húzni, úgyhogy azt is veszem elő. A Magician Hair, ami nagyon semmit nem ér igazából. Illetve ez nem egészen igaz, a Homing Tear egész OP Rebirth-ben, de azért az Algishoz nem is lehet hasonlítani, hát ez nagyszerű volt. Kérlek, pusztuljatok meg. Kérlek, ne öljetek meg. Egész egyszerűen a pici tírétem miatt képtelen vagyok bármelyiket is leszedni. Mert mivel az egyik meghalna, addigra odaérnek a többiek is. Testtel védik a testét. Halt már meg egyáltalán egy is. Na most Hilgördi besegített. Tögölj már meg. Jó Isten, áldjon meg. Kéne a Blankard. Blankard plusz Algis Rune, hát ne hülyéskedjetek már. Hát az... Szeretem, csókolom a Gapi fejed, de... Itt most búcsút is intünk neki. Ez a négy szobánként nem tudom hány másodperc sebezhetetlenség. Hát az nem kicsit jó. Oké, nézzük a boss-t. Aki Gördi. Emlegetett szamár. És ha tényleg igazán nagy baj van, akkor még az Algizmot el is tudjuk tolni. Még mindig tart. Boss HP-jának fele már eltűnt. És az Algiz még mindig nem esik le. És még csak nem is villog, azt jelenti, hogy még csak közel sincs az, hogy véget érjen az effekt. Most kezdett el villogni, amikor már gyakorlatilag megöltük a boss-t. És így is sikerült eltalálnia. Klassz. Rossz Hormons az jó. Boss-tól nem tudunk, vagy a ördögtől nem tudnánk venni semmit. Nem tudom megengedni magamnak. Kizárt dolog. Fél HP-val, mit csinálok? Képtelen vagyok elvinni. Nagyon szeretném, ha esetleg lenne egy Soulheart a boltban, még talán el is vinném. De így nem volt lehetséges. Oké. Remek. Minusz fél HP már megint, és már megint nem kaptunk health upot. Nem így, hogy panaszkodik a Growth Hormones miatt. Most már egy Lard igazán jól jönne. Vagy egy Rolliver. És megint nem kívánok túl sokat, úgy érzem. A Black Lotus, az is jól jönne. Köszönjük meg a Soulheartot a Troll Engine-nek, amint sikerül megölni természetesen a boss-t. Igazából boss, Larry Jr., még hogyha... Most csak úgy simán megkaptuk az egyik szobában. És imádkozzunk egy jó item roomért. Tényleg bármiféle életerő. Semmi egyébre nincs szükség. Legalábbis most még biztos nem. Ez jó, csak... Na... Értitek? Mihez kezdek vele, hogyha meghalok? Tényleg úgy érzem magam, mint Blue Baby. Hiszen még egy darab health upot sem kaptam szerintem. Egy HP-val indult. Nem, az első szinten kaptam egy health upot. Azt elköltöttem a Guppy fejére, és ennyi. Ebből élünk. És most már... Akár jöhet egy Necropolis is, én meg 4 HP-val megyek oda. Atya ég. És ez egy Necropolis, mert miért is lenne Depth? Please, Gördi Junior, tedd a dolgot. Oké, ez nem igazán kecsegtető, ami itt zajlik már megint. Picikét kevéske a DPS most már, de ezt már régóta mondom, és a Growth Hormones nem nagyon segített rajta túl sokat. Úgyhogy... Ezen a szinten tényleg kéne valami most már. Be tudok menni Curse Roomba, hogyha felrobantom magam. És közben bemegyek. De... egy darab bombám van. Úgyhogy... Ez nem játsz...
ilyen amatőr szobában megsérülni, vagy leggyengébb szoba kb. Necropolisban. Hagyj békén. Jó. Lepánikoltam. Még éppen időben toltam, mert szerintem mások, vagy tized másodpercig voltak hátra, hogy megsérüljek. Így viszont egy kicsit egyszerű lesz ez a szoba. Ó. Oh. Ez a két cent ott marad, úgy érzem. Haló. Gyere már ki. Ez most komoly? Ne menj vissza! Na jó. Rohadék. Húzod az időmet, mire jó ez neked? Neked olyan sok van, hogy van mit húzni. Ó. Oh. Csak óvatosan. Nem. Nem. Bepánikoltam. Ó, te jó ég. Micsoda szobák. Csupa móka és kacagás. Tessenek már megdögölni. Már csak egy van, de ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Nem tudom, négy szobánként kb. Egy ingyen szoba elége arra, hogy kihúzzam a megfelelő ideig. Grid sem nagyon volt még boltban, úgyhogy lehet, hogy itt most összefutunk vele. Ha ez megtörténik, akkor komoly gond van. Nincs grid, van chaos. A nagyobb probléma az az, hogy nincsen... Soul Heart. Ó, ez egy könnyű szoba elvileg. Elvileg. Ha is amennyiben oda bírok figyelni. Most már pedig muszáj. Nem hiszem el. Az ugrabugrálósra figyeltem, erre a másik leköp. Kellemetlen. Tessenek adni egy fekete szívet. Akkor adjanak pirosat, mindegy. Aminek igazán tudnék örülni, az egy Hierophant kártya. Egész hasznos Lenkárdal. Négy szobánként két szólhat. Akarok bosszolni? Hogy ne? Pont most van rúnám, úgyhogy próbáljuk meg. Iszonyatosan kevés a DPS. Hahaha, troll bombái. Azt szed érnek bármit is ellenem. Sőt, nekem öröm, hogyha bombákat raksz le a földre. Ez most mit csinál? Saját magát robbantja föl. Leesett a lóról. Ami azt jelenti, hogy rohanj! Rohanj! Juke! Ah! Nem fogsz megölni. Hiába. Hiába minden. Hát ez így érdekes lesz. Nem igazán tudom, hogy mi kéne ahhoz, hogy ezt a meccset megbírjam nyerni. Te mi vagy? Death. Jó az Orbital, meg minden, csak... Nem hiszem, hogy segít. Úgyhogy... Meg jobban örültem volna valami Hearthstone-nak a bosstól. Na végre. Fuff. Ne, játszunk ki ezt a legközelebb. El kéne valahogy vergődni a item roomig és imádkozni, hogy ott valami hasznos dolog legyen. Egyelőre átmentünk Lostba már megint.
Oh, klassz. Igen, ez nem egy olyan állapot, amiben szeretek lenni. Hát ez... Viszont nehéz lesz ez a kör. Lesz, már most az. Kérlek, halljatok meg. Igazán szeretném, hogyha véget érne ez a szoba. Oh god. Kérlek. Nem szabad ilyet csinálni. Oké, van rúnám. Úgyhogy toljuk el. Hát Rosaryt már nem fogunk kapni az item roomból, hiszen azon már túl vagyunk. Egészen elképesztő, azon kívül kb. Egy Soul Heart-ot kaptam, vagy kettőt. És ez már Necropolis 1. Egy random Hierophant kártya, akár a meccset is megnyerheti nekünk, úgyhogy ezért vagyok még bizakodó, nem reménytelen a helyzet. De ez nem... Nem tudom, hogy ez mennyire segít, de... Úgy érzem, hogy azért ez nem volt egy rossz fogás az utolsó utáni pillanatban. Pláne, hogyha ez adna egy health upot. Hogyha Soul Heart-ot ad, akkor lehet, hogy meghalok direkt. Ezek piros szívek, amivel szart nem érünk. Jó, hát... random ank, semmiből. Én nem tudom. Rohadt Hierophant kártya. Vagy kamikázi, ez a kettő az, ami... Ami... Azt jelentené, hogy... Hogy megnyertük kb. A meccset. Igen, ez így nem igazán egy hasznos szoba. Úgyhogy takarodjunk is innen a fenébe. Hát jobb a helyzet, mint volt az a helyzet. Hiszen fél HP-ról lett 3, csak... Elvesztettük olyan értékes ankot egy totál felesleges szituációban. Nincs tinted rock, mindegy, hogyha lenne, se tudnék mit vele kezdeni bomba nélkül, úgyhogy... Fölösleges keresni. Depsen vagyunk, ez egy jó hír. Sajnos ki kellett hagynom az előző... Oh, ott egy tinted rock. Ki kellett hagynom az előző szinten a curse roomot, egyszerűen képtelenség volt oda lemenni. Last az egy jó hír. Hogy ő van itt. Simán lefutjuk szerencsére. Joker, please. Oké. Oké. Nine Lives-nak nem kicsit örülnék. Az ördög szobában. Hiszen... Akkor nem halnék meg. Vagy... Júdás árnyéka. Ez még a másik lehetséges út. Vagy esetleg Lazarus Rags. De Judás árnyéka, illetve Lazarus Rex-et nem kaphatunk ördögtől, ugye? Igen, az csak az angyalszoba poolban van benn. Akkor pardon, bocsánat. Nincs bombám. Továbbra sem. Alói ma nagyon szűk markú a consumable szökkel ez a rohadt troll engine. Oké. Tinted Rock, vagy valami, tök mindegy, mindig nincs bombám. Hát Istennek, hogy Debs kaptuk, ezek lényegesen egyszerűbb szobák, mint a poliszon bármelyik. Egyelőre még olyan szoba sem nagyon volt, ahol úgy éreztem, hogy Algiz rúnát kell használnom. No. Ez nem igazán egy jó szituáció továbbra sem. Tényleg egy random Hierophant kártya drop és minden meg van bocsátva. Egyelőre még azért még úgy érzem, hogy van esélyünk, hogyha nem kezdek el bénázni. Elég régóta tartogatjuk ezt a 3 Soul Heart-ot. Legyen itt egy negyedik, léci. Nagyon-nagyon köszönöm. Azt az 5 centes piros kártya, piros hátoldalú kártyát meg kéne venni. Nem, szabad.
Oké, okay, minden oké. Okay. Tényleg a Istennek hálát, vagy hathatunk vagy a Troll Engine-nek, vagy akárkinek, hogy devs kaptunk. Ha ez Necropolis, akkor csúnyán leégtünk volna. Egyre négy szólától közlekedünk. Még nem voltunk item roomba, jelzem csendesen, úgyhogy... Hát az előző item room... egyszerre volt meglepő és életmentő. Hiszen egy random anki így a semmiből már van négy bombám? Hármat, négyet sehogy se tudok felrobbantani, ugye? De így sikerült, csak fölösleges volt. Tudod mit, hagyjuk ötvenébe. Leech, reroll. Game Kid, reroll. Léci. Kösz, kösz, kösz. Örök hála. Jó. Most már megcsillant a remény ismételten. Egy Ceremonial Robes. Egy Mark. Egy Pact az ördögtől. Hiszen befogjuk az ördögtől, ez kétségtelen. Oh. Tudjátok mi? Biblia, ez valami rossz vicc. Nem! Vackok! Biztos, hogy nem érik meg az életerőm több mint felét. Nincs annyi pénz. Jó! Akkor itt hagyjuk ezt a szintet. Anya, le kéne, hogy menjen minden nehézség nélkül Algiz Runnal. És amint ez megtörténik, akkor jön az igazi móka. A Wumtól kezdve, ahol minden ugye egy egészet sebez. Én mindig imádkozom az Istenhez a Hierophant kártya miatt. De most már csak az az egy, ami megváltás jelentheti. Hellstop-ok innentől kezdve nem számítanak, hogy Blue Wave-ik lettünk. Gyerünk, dugd ki a kezed. Polaroid egy zseniálisan jó fogás, ördögszobában már jártunk. Most úgy mondtam ezt a Polaroid zseniálisan jó fogás, mint hogyha random loot lenne a anya után, nem? Szóval a Polaroidra nagyon vártam, mert nagyon jó Blue Baby-vel, és örülök, hogy megkaptuk. Annak ellenére, hogy ez garantált volt, ha lemegy a boss. Ami meg majdnem garantált volt Algiz Rune-nal, ez viszont feletté bután sikerült ez a szoba. Hogy állunk? Utero 1-en állunk, aminek nem örülök, van 4 HP legalább. Curse of the Unknown idegesítő, de igazából nem befolyásolja a kört, szerintem. Én ezt a szobát nem vagyok hajlandó Algiz Rune nélkül teljesíteni. Ami Algiz, csak kettő is van. Király. Azon gondolkozom, hogy ide kell-e, de lehetséges. Hogyha betévednek ide a bosszok. Hát Görvinz is boss. Szerintem viszonylag nagy a range-em, úgyhogy köszönhetően a range-upnak, meg az all-starts-upnak. Úgyhogy egyelőre nem kell Algiz Rune. Van kettő. Egyet el tudok túlni csak úgy simán. Másikat meg hagyom a blank card-ra. Szerintem egyébként a blank card carry-zi ezt a meccset. Hát igazából effektív az Algiz Rune carry-zi a meccset, csak a blank card-dal együtt. Egy drab Algiz Rune nem sokat ér, de négy szobánként egy Algiz Rune az rengeteget ér. Most látjuk csak igazán, hogy mennyit. Klassz. Nem tudok innen kik hátrálni. Megéri az utolsó bombámat szerintem. Igazából eltolhattam volna a blank cardot, de úgy voltam vele, hogy jól jön az később. És igaz, hogy az utolsó bombám volt, csak... Tessenek megdögleni! Úgy kb. Most, mielőtt átverekedik magukat a szoba ezen oldalára. Jó van, akkor én rannok át a másik oldalra.
Van itt Tinted Rock, van itt Tinted Rock, nincs itt Tinted Rock. Szerintem legalábbis. Szokásosnál sokkal jobban meg kell néznem a Tinted Rockokat, hogy van-e. Oké, csak kettő. Lehetséges, hogy csak kettő volt, de azért figyeljünk oda. Algis runnal nem igazán kéne gondot okozni egyik boss se, amit itt kaphatunk. Mama Gördi se, és... szerintem nem nagyon tudunk kapni ördögszobát, sajnos. Nihilize-nak továbbra is örülnék, hiába vinne le egy HP-ra. Speed up az nem nagyon kell, az ördögszobát megkaptuk. Egyik sem ér semmit, illetve nem ez nem igaz, mindegyik sokat ér, csak nekünk túl kevés a HP-nk most hozzá, speed up meg nem kell. Nincs bombám, hogy kutassak Secret Room-unk után, úgyhogy nem húzom az időt, menjünk tovább. 4 HP-n van, jól tippelt a pin. Pinek. Ez nagyon károm, nagyon vulgárisan hangzott, de nem volt az. Az E volt, nem A. Ha, mire gondoltok? Fene a mocskos fantáziátokat. Elég ideges lennék, ha pinen megsérülnék. Következett be szerencsére. Nem igaz, hogy egy random soul heart nem jön soha, sehonnan. Frusztráló. Kicsit. Emperor. Oké. Oh no. Shit. El kellett volna tolnom az Algist. Mármint a Q-t, hiszem van másik. Lehet, hogy eltöltök egy kicsi időt a arcade-ben. Bár nincs sok pénzem, se. Remek. Akkor nem töltök el sok időt, hiszen csak egy nyereménygép van, amiből nem nagyon kaptam eddig semmit. Aha. Nem a világ legizgalmasabb elfoglaltsága. Figyelj, nem kell, adj egy starter deckünk van, nem? Hogyha boss hosti fülát adna a helyet, nekünk kártyát ad. Méghozzá egy hierofantot. Nem igaz, hogy nem találtam egyetlen egyet egy egész kör alatt. Ilyen minimális mázli kéne csak, és ez se jön össze. Az király volt. Utálom ezeket a szobákat, Edmund. Tudod nagyon jól. Nem érész egy leköpni. Fuf. Ah, 2 HP. Teljes előző szinten egy szólásot nem kaptam, és még ezen se. Ez megint nem egy olyan szoba, ahol én spacelni szeretnék. Kivétel, hogyha csontos kezű anya van itt, de tudtam, hogy nem annak kéne lenni. Ez piros, az nem kék a piros. Bármilyen meglepő. A piros az piros, a kék meg kék. A piros rossz, a kék jó. Ó, mit nem adnék egy darab soul heart-én. Most már nem könyörgöm hierofantért, mert erről már lemondtam mára. Egy darab soul heart. Ez oké, gálás, köszönöm. Akkor oké, kockáztatni. Óvatosan. Aha. Bocsánat a pici gyér kommentárja, csak tudjátok, nagyon rég volt nekem ilyen kör, ahol úgy oda is kellett figyelni. És ez elég. Elég nagyképűen hangzott. De ez a helyzet. Sajnálom, hogy elbuktam ezt a soul heartot, amit a játék csak úgy odaadott, és én meg nem becsültem meg. Lehet, hogy ezért ad 3 szinten 2 egyet.
még azért bombát keresek, hogy megtaláljam a Super Secret Roomot, vagy be tudjak menni a simába, és aztán a Cursed Roomba azon keresztül. Oké, bepánikoltam a szoba miatt. Senki ne így, hogy elvesztettem az eszemet. Van még egy Spacebar visszatöltő elem. És van még egy... Még egy Algis Room. Bomba. Jól látom? Ilyen létezik ebben a játékban? Egyszerű. Itt biztos, hogy nincs a Cursed Room mellett a... A Secret Room. Úgyhogy nem is tudom, hogy... nem hiszem el! Hát olyan iszonyatosan gyors volt. Te jó ég. Oké, ez nem néz ki túl jól. Rohadékok. Valami. Reménykedjünk. Remélem mindenki érti, mit akarok csinálni. Ha nem, akkor mindjárt ki fog derülni. Jó. Oké, a terv bejött. Nem mondom, hogy zseniális, de bejött. Nem térült meg, mint láttátok. Eclipse-t nagyon hamar el kell tüntetni. Az élők sorából. Miért az Algis azt gondolná, hogy befejezte a mai tevékenységét. Mit tudok csinálni? A végvilágon semmit. Egy jó szuper szí... ez itt nem is lehet, de hülye vagyok, atya isten. Na jó, menjünk tovább. Nem hiszem, hogy ezen az egy bombán bármi múlna, de azért ez nem volt egy szép megoldás. Jó, remek. Jó, még jobb. Miért nem pusztulsz meg? Kulcs! Mi a jó büdös szart kezdjek egy kulcssal? Mit gondoltok, be tudok menni érte? Ja, mondjuk most már csak ki kéne jönni. Oké. Oké, nem szeretem ezt, és ezzel valószínűleg elvesztettem a meccset, de muszáj volt. 99% egyébben a szobában meghaltam volna. 1% esély, hogy túlélem is ezzel, megnyerem a meccset. Vagy hát nem megnyerem a meccset, de van esélye megnyerni a meccset. Így, hogy eltöltöm az Algis-t, így sincs sokkal több, de egy minimálisan igen. Oh, hello. Hát csak te hiányoztál a mai partiról. Ahogy milyen király ez a mai nap. Véget ér kettes streaken a nagy streak. Geniális. Én tényleg mindent megpróbálok, látjátok? Ennél többet egyszerűen képtelen vagyok, nem tudok ennél jobban játszani. Jó, egy-két nagyon hülye döntésem volt, ezt én aláírom, meg egy-két elkerülhető sérülés. De... Tintidrák nincs valahol. Se bomba, se semmi. Ó, ez zseniális. Már csak a halál hiányzott a mai összejövet erről a Monstro 2 mellett. Ó, zseniális. Sok kasza. Ön elkaszálják-e a mai kört? Figyelj, hagyd ezt abba már! Oh, the shit. Nem szabad ilyet csinálni. Szegény gyámoltalan egy HP-s fiatalembert elkaszálni egy csontlóval. Ha mit ártottam én neked? Csak épp erre jártam. Nem tettek róla, hogy útba kerültél és ennyire agresszív vagy és felelőtlen. Látod, nem szabadott volna, mert meghaltál. Oh no. Eddig bírtuk. Hát nem tudom, hogy...
Mennyivel lehetett volna ezt jobban csinálni? Lehetséges, hogy igen, de sajnálom, hogy nem sikerült folytatni a streaket, de nagyon köszönöm a figyelmet. Hamarosan találkozunk, sziasztok!